Sziasztok, itt Artis, most pedig egy másik videóval szeretnénk nektek kedveskedni. Egy ilyen teszt, féleképpen kipróbálunk G2-n egy ilyen dolgot, és láttam más videósnál is régebben. Egy ilyen lootos lehetőség van a G2-n, lootládák vannak, és mindenféle játékokat lehet bele kibontani. Én most nem tettem vele, semennyi összeget nem raktam bele, és csak most teszt féleképpen akarom kipróbálni, hogy miket lehetne belőle nyitni, és ezt fogom megnézni, és akkor majd hát szerdán elvileg nem kell mennem dolgozni, és akkor megpróbálok három videót megvágni egy nap, ez lesz. Akkor a lemboxos videót azt be tudtuk fejezni, konkrétan megvan az összes cucc, beérkezett hozzám kb. Egy hét késése ahhoz képest, a pótlás ahhoz képest, hogy megkaptam a dobozt, és amúgy a doboz is késett. És lesz még az új csatornán egy tartom, de most tényleg lesz valami, ami valami gyorsan összedobok. Úgyhogy az lesz, iratkozzatok fel az új csatornán, és Joker Slow-on megtaláljátok, ezutáni a videó végén is lent megtaláljátok, és hát kattintani is fel tudtok szubolni, hogy segítsétek annak csatornának is fejlődését. Úgyhogy előre is köszönöm ezeket a dolgokat, és akkor ennyit szerettem volna, és akkor vágjunk bele. Most van egy ilyen akció, hogy 442,94 euró, ugye az összes játéknak az értéke, ami magának a ládában van, de viszont 5 LP, ami 50 centet jelent, és azt jelenti, hogy ezt ki tudjátok próbálni ingyen is. Most az ingyent kipróbáljuk, hogy mit nyitnánk, és megnézzük, hogy jó-e vagy sem. Az összes ládát megpróbáljuk free testtel, és majd ki fogjuk próbálni majd élőbe is, hogy ugyanazt fogjuk nyitni, nyilván ezt is videóba, és ami nekem megvan, game, azt meg nyilván a nézők között ki fogom sorsolni, vagy ki fogom osztani streambe. Na, akkor nézzük is. Az első free test, pörög, és mit kapunk? Menj tovább. A picsába. Na mindegy, ez se rossz, kapnánk egy Dirt 3-at, egy Complete Edition, nekem például ez megvan, úgyhogy hogyha ezt élőben nyitottuk volna, ezt köztetek már ki is sorsoltam volna, ezt a Dirt 3-at. Akkor nézzünk még egy free testet, és akkor nézzük, hogy mit kapnánk. Egyszer már nem nyitottam free testbe Mortal Kombat 11-et. Állj meg! Te buzi, állj meg! Azt a kurva élet! Ez mondjuk egy olyan jó nyitás nem lett, ez csak egy sima izé, nem rare, nem is epic. Na menjünk, pörgessük, és a következő... Menj tovább! Állj meg, te buzi, állj meg! A francba! És megint nyitottuk egy indie játékot, ez valami... Tord led. Nem ismerem, de viszont mellettem ott volt a Borderlands, azt hiszem Handsome Collection. Ami kurva jó lenne, az viszont nagyon jó, azt el is fogadnám, azt Handsome Collection, mert nincs meg nekem a game. Na, akkor nézzük, menjünk vissza, és tudunk még nyitni. Egyébként itt látjátok, hogy mi van magában a dobozba. Spyro van benne, Monster Hunter, Mortal Kombat 11, Kingdom Come Deliverance. Jól ejtettem ki, akkor van ez a Battletech, ami nem tudom, hogy mi akar lenni, Frostpunk, ugye az is új játék, Crash Answering Trilogy, az kb. Egy ilyen, mit is mondjak, 14,99 euró most jelent van a G2-en, ami ilyen 3500 forint körül van, de azt is megkapnátok, mert nekem az a játék is megvan. Na, akkor nézzük a következőt, ez pedig egy ilyen Children of the Night, ez ilyen... véres témájú, és ebbe elvileg ilyen horror játékok vannak, meg ilyen véresebb játékok. Vampire Bloodlines. Na, akkor ebből is nyitunk 3-at, és megnézzük, hogy mit kapnánk. Ez például 25. Hát eddig semmi jó. Most állj meg. De szemét. Kaptunk volna valami Exit to End Vampire-t. Ez olyan anime
Nem tudom, hogy ilyen anime van egyáltalán, de biztos, hogy van. Hát, tudod, Devil May Cry 5, Vampire, ezek jók lettek volna, szerintem. És ez mi? Ez egy Soul River? Azt játékot hogy például azt nem is kell, mert ez egy nagyon régi játék. Ebből lehetett volna csinálni például egy izét... egy retro... live-ot. Szóval az nem volt egy rossz nyitás. Már az is common volt. Na ott állj meg! Ott. Majdnem kinyitottuk Castlevania 2-t. Castlevania 1, Lords of the Shadow. Egyébként ez is egy remek játék, szerintem. Most már elég olcsó, de... borzasztóan jó játék, én nagyon szerettem. És sokáig tart kijátszani, úgyhogy megvolt a második is. A második nyitásra ez egy jó... azt kell mondanom, ez egy jó nyitás. Számít, legalábbis nekem, igaz, hogy nem ritka volt, de akkor is az játék az szerintem egy best. Na, menj még tovább, még egyet. Ez egy jó játék, Van Helsing Incredible Adventures of Van Helsing. Ez a game is megvan nekem, úgyhogy ezt is megkapnátok volna, hogyha élőben nyitnánk. És akkor jön egy harmadik. Nézzük, mi jön belőle. Opa, menj, csúsz tovább. Point meg Darksiders 3, ez egy Darksiders Warmastered Edition Steam, ez a felpimpelt Darksiders. És nem tudom, ezt kipróbáltam, de az irányítás annyira nem jó, valamit elcsesztek ebből a Warmasteredben, nem olyan jó, mint az alapé. Ezzel alappal játszottam, de nekem ez is megvan, ez se rossz szerintem. És akkor ennyi volt a három nyitás, de ebben a Children of Night-ban eddig csak jókat nyitottam, szóval ezt élőben nyitnám, akkor ezt tudja, hogy nyitnám ezt a ládát, mert eddig ez nagyjából jókat dobott. Akkor van egy olyan Call of Loot, na hát itt csak olyan játékok dobna, ami lövöldözős FPS shooter. Úgyhogy nézzük, van itt mindenféle nyalánság, Black Ops 3, Advanced Warfare, az sem rossz, majd egyébként az sincs meg. Ghost van, ugye azzal se játszottam még. Jó, nyissuk. És mit kapunk? Ott maradsz. Franz, az Black Ops 1 volt. Rare! És Rare-t nyitottunk! Egy Modern Warfare 2-t! Hú! Ez nem rossz, egyébként ezt a játékot szerettem. Multiját azt kipróbálnám. Biztos játszanék meg vele. Akkor nézzük, első Rare, amit nyitottunk eddig. Bár ebből, hogy nézem, nincsen nagyon szürke. Ott is megállhatsz, ott is ma az amíg egyáltalán nem játszottam. Jó, Black Ops 3, ezzel sem, és ebből is Rare-t nyitottunk. Hú, ez a ládó, ez 145. Oké. Eddig ez jó. Na, akkor nézzünk. Kipróbáljuk az összes ládát egyébként. Amit szeretnék nyitni, majd az ez, Children of Night. Bár ez nem biztos, hogy ez lehet, csak most csak a Halloween miatt van. Akkor van egy kifejezetten Halloween cucc. PUBG is van. Na most az összeset szerintem nem próbáljuk ki, mert van rengeteg van. Van 2018-as játékkal kapcsolatos is van. Gameforce Bundles, aha. Van AAA kéz is, van. Abba szerintem csak, ezt megnézzük, srácok. Ebben van Mad Max, a Mad Max is egy rohadt jó játék egyébként, és az a szürke, a Mad Max, oh, stop egyet. Just Cause 2 is, a Mortal Kombat XL is szürke. És hát srácok, ilyet fogunk majd nyitni, ilyet fogunk majd ilyen ládákat nyitni, mert ez nagyon jó, ezt tudja, hogy fogunk. Nézzük, mit pörgetünk ki, hármat pörgetek, aztán akkor le is zárjuk a videót. Se rossz, az se rossz, egy Rare-ben nyitottunk egy Metro
Redux-ot. Rettentő játék egyébként, azt toljuk most a Retro Game-be. Igen. És azt hiszem ez egy bundle. És ebben két játék van, a 2033, meg a Last Light, és mindkettő borzasztóan jó játék. Akkor nyissunk még egyet, és közben kívül kipróbálunk még egy ládát, ami még talán érdekes lehet. És nézzük, a Nio is nagyon jó, Resident Evil Mortal Kombat X Premium Edition. Na, azt kell, hogy mondjam, ez egy nagyon jó nyitás. Hát, amúgy szürke, de viszont alapban nézzük, annak az nem lett volna egy rossz nyitás. Akár hogy ezt a ládát, hogyha nézitek, és 115, jó, kicsit drágám, azt hiszem 3000 forint, 6000 forintért már azt hiszem lehet 200 LP-t, és ez 115. És most nyitottam egy Dragon Ball Fighter Z-t. Ami már konkrétan simán, sőt, több. Azt hiszem ez több mint 6000 forint, ez simán visszahozza konkrétan ennek a ládának az árát, sőt, ja. Na, nézzük egyet, még egyet. Gyucsót ebből a ládából. Nézzük. Következő pedig, és most megállsz. Se rossz, egy Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Steam kicsit nyitnak, de ezt is megkapnátok, mert nekem ez a játék megvan, hiába drága, de én ezt elég olcsón be tudtam szerezni, ez 1500-2000 forintért tudtam ezt megszerezni, úgyhogy amúgy meg nem egy olcsó game, úgyhogy ezt is simán kis olcsónak köztetek. Na, akkor mi van még? Van egy Loot of Cthulhu. Van Fallout-tal kapcsolatos is. Az se rossz. Lehet, hogy azt megnézzük. Loot of Strange. Jó, ebbe lehet, hogy belekóstolunk, mert ez szeretjük a Stranger Things-t, és ebbe az hasonló tematikájú, hát ilyen játékok vannak. Úgyhogy nézzük is. Free Test. Elénoir. Az Elénoirnak nem tudom, mi köze van ahhoz a kategóriához, vagy amit iszét, de belerakták. Evoland, ez egy indie játék, Evoland 2, nem tudom, szerintem, hogy platformer címről van szó. Nézzük, valami jó, azért nyithatnánk. Cthulhu az jó lenne, ha azon maradna. Bár szerintem én azt is kisorsolom közöttek, mert nekem az a játék, az nem nagyon kell. Lost for Darkness. Ezt például azt nem is ismerem. Azt nem ismerem azt a gémet. Nézzük, még egyet pörgetünk. Soma se lenne rossz egyébként, Soma. Absolver. Első azt hiszem ez egy online velekerős játék, de ebben nem vagyok biztos, mert van valami hasonló. Úgyhogy ez se rossz nyitás. És ez csak 36. Na, akkor nézzünk még egyet, kipróbálunk még egy utcsót. És az pedig... Ja nem, ugye a Halloween van, ezért a Halloween-it még kipróbáljuk, meg azon kívül még egyet. Nézzük a Halloween-it. És most ezért van. Közeljük a Halloween-hez. Halloween is sale. Na ez például az jó cucc. Jó cucc, Killing Floor 2. Jó, ez egy jó nyitás volt. Menjünk. Mi van még? Mi jöhetne? Dark Souls 3. Na most állj meg. Állj meg szépen. Ez viszont egy roppant jó játék, és egyet nyitottunk. Oh, Dark Souls 3-at. Rare-t nyitottunk. A legjobbak között van. Vagy nem, de az Epic ugye az izé, Epic és a Rare. Ugye? Vagy itt másképp van? Nem tudom, szerintem... Ja. Na igen, itt a narancssárga izé. Akkor egy második szintűt nyitottunk, ja. Itt a... igen, az Epic a legnagyobb.
és amit nyitottunk, az Dark Souls 3, az itt azt írja, hogy 20,78 euró. Ez egy közepesen jó nyitás. Az, egy, az hogyha ez valójában ezt nyitottuk volna, akkor az egy best nyitás lenne. Ó, jó. Akkor nézzük. Hoppá, még tovább mehetnél egyel. Egyel, Dead by Daylight. Na, ezt is ki tudnám köztetek sorosolni, mert ez is megvan nekem. Ez jó, jó. Oké. Hát, hogy fizikon meg is próbáljuk ezt a dolgot. Na. Aztán... egy ucsolládát, mivel ti szerettetek ezt a Battlegrounds modot, ez a harc meg ilyenek. Ez pedig 50 eurós, 50 LP-s láda. 50 eurós, 50 LP-s láda, és... 232 van. Na, akkor még ezt. Itt is van egy ilyen 10 izé, hogy 3000 forint egy ládának nyitása, és akkor hát ezt még megpróbálhatjuk. Ezt. Jó, ezt, és utána azért. A Battlegrounds. Zos, izé, cuccost. Na. Akkor nézzük, nézzük, nézzük. Pörög, pörög, pörög. És, Na most állj meg. Egy agóni. És ez, azt hiszem, hogy 6000 forintos game, úgyhogy ha azt nézzük, hogy akkor nem tudom, hogy árba... megnézzük, hogy árba mennyi lenne ez a game. Itt a G2-án. Az Alexnek jobban örültem volna egyébként. Vagy ennek Xenorf, Dragon Ball Xenorfnak. Nem látom itt. Nem látom itt. Elvég ez szürke, és azért nem mutatja. Szürkeket itt annyira nem mutat, de... ez nem olyan drága game. 3-4 ezer forint körül van. Állj meg. Most állj meg. Jó, ez se rossz. Code Advanced Warfare. Jó, ez se rossz. Ez rare. Úgyhogy... Best nyitás lenne. És mindjárt megnézzük, hogy mennyit ért volna az a cucc. Rare volt, ugye? Nem is nem tudom sehol. Szóval itt lent kéne lennie. Aha, itt is van, 11,45 euró lenne. Ha ezt tudtuk volna, annyit ért volna, ami... 4000 forint. Hát akkor ja, visszahozta volna. Ja. Kicsit még nyertünk is volna rajta. Még egy úcsot nyitunk ebből, meg a Battlegrounds-ba, és akkor vége lesz a videónak. Na nézzük csak. Ó, ott van az a játék, amit megvan nekünk. És egy Civilization 5 Complete Edition. És ez is rare. Ó, ez is egy jó nyitás. Frites be egész jókat nyitunk, 12,8 euró. 100 LP, az kb. 10 euró körül van, úgyhogy 2500 forint, akkor az ilyen 3000, durva 3500-3400 forint körül lehet. Csak úgy fejbe sacperköbb számoltam, nem vagyok, nem biztos, hogy jól számoltam, de kb. Annyi körül lehet. Na, akkor nyissunk még egy adat, amit mindenki szeret, ez pedig a Hit of PUBG. 5 euró. 5 fucking euró. Jó. Ami a minimum értéket, teszem hozzá a minimum értékét. Nézzük, mi az, amit nagyot ütne, ami tényleg... Call of Duty Black Ops 1, 15,98 euró. Mortal Kombat 11 is van benne, illetve Injustice Gods of Among Us. Hát simán ki tudnám sorsolni. Mutant Year Zero-t is ki tudnám, az is már van egyszer. Azt hiszem, Steam-en viszont nincs meg. A Tomb Raider-nek... tényleg, hogyha ilyet nyitnék, annak tényleg örülne az ember. Az még hiányzik a nem is az első rész, meg a harmadik rész hiányzik a collectionből. Ó, és nyitottunk volna egy Saints, nem is. Nem, tovább megy. Falloutot, és ott van a Mutant Year Road to Eden. És ott mentünk el mellette. Rolls of the Fallen, az is, most már olcsó game, de az is egy nagyon jó játék. Na nézzük. Azért biztos minden körült volna, egy PUBG lett volna, mert akkor az egyből izé ment volna közétek. Dirt 3 is. Nézzük.
Pörög, pörög, pörög. Na, Injustice. Egyébként ez is egy remek játék, én nagyon szeretem. Ez is kapásból bement volna azért közösbe. És az útsonyításunk... Az állj meg, állj meg! Basszus, majdnem PUBG-t nyitottunk. Öcsém! Majdnem PUBG lett, azt a kurva élet. Nézzünk egy útsot. Mortal Kombat 11, de... Ne csináld ezt velem. Insurgency, hát ez is jó kis multis játék. De hogy nekem nem kéne, hogy ő is megkapnátok, mert annyira nem nyűgözött le az a játék engem. Lehet csak engem nem. Állj meg, állj meg. Akkor Killing Floor 1. Nézzük tényleg az útsót most már, hogy mit nyithatnánk, vagy mit fogunk majd nyitni, hogy mire lenne esélyünk. Menj tovább, tovább, egyel menj tovább, egyel! Hát ez nem jött össze. Na, hát akkor... ez van, hát... Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, lájkoljátok, hogyha nem tetszett, diszlájkoljátok, ne felejtsétek el, hogyha netán olyat... húzok ki, ami nekem is megvan, azt egyből meg fogjátok kapni. Mármint úgy értem, hogy valaki megkapja a nézők közül, úgyhogy ezt ki is fogjuk próbálni, és remélem, hogy élőben már sokkal jobbat fogunk nyitni, mint most. Úgyhogy remélem, tényleg tetszett nektek ez a videó, úgyhogy találkozunk a következő videóban. Na, sziasztok!